Stefan Füle bővítési politikáért és európai szomszédság politikáért felelős EU biztos kijelentette, hogy az ukrajnai politikai válság megoldásának kérdése elsőbbséget élvez az Európai Unió számára. Füle megjegyezte, hogy az utóbbi hetek dramatikus eseményei egyértelműen bizonyították, hogy nem csak az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása forog veszélyben, hanem Ukrajna jövője is. Az Ukrajnában lévő helyzet stabilizálásának kérdése elsőbbséget élvez. A jelenleg Kijevben tartózkodó Catherine Ashton elkötelezett annak irányában, hogy segítséget nyújtson a válság megoldásában, írja a Podrobnosti internetes hírportál. 1993. novemberében jelent meg az Irka próba száma. Alapindulásakor elsődleges feladatként egy szép irodalmi gyermeklap létrehozása szerepelt, a gyerekek olvasóvá nevelése, anyanyelvápolása, azonosságtudatának kialakítása és elmélyítése céljából. Nem véletlenül, hiszen a Szovjetunió felbomlásával a magyarországi folyóiratok elérhetetlenekké váltak a kárpátaljai magyarok számára. A mi gyerekeink a szovjet érában, meg hát én is a magyarországi gyermeklapokon nőttünk fel. Mikor már 56 után megrendelhetőek lettek a magyarországi kiadványok, akkor a mi gyerekeink is olvasták a Dörmögő Dömötört, a Kisdobost, a Pajtást. Na most, amikor megtörtént a rendszerváltás, az olvasóink hirtelen lap nélkül maradtak. Magyarországon számos új gyermeklap indult, csak hogy a rubel elszámolás is megszűnt, tehát a mi gyerekeink ezt nem rendelhették már meg. És a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség már megalapult 91-ben, és akkor 92 végén, 93-ban az elnökségben merült fel, hát Bagu Balázsban, szép emlékű Bagu Balázsunkban és Orosz Ildikóban, hogy szükség lenne egy gyermeklapra. Az Irka szerkesztésekor nem csak a gyerekekre gondoltak, hanem a pedagógusokra is. A kárpátaljai iskolákban ugyanis gyakran gond a házi olvasmányok kiválasztása, mivel a könyvtárakban nincs megfelelő számban a szükséges könyv. Egy-egy meséhez, vershez az Irka segítségével egyszerre juthatott és juthat hozzá az osztály valamennyi tanulója. Voltak periódusok, amikor pályázati úton egy-egy szám kiadására sikerült ukrán állami pénzekhez is jutni. Ez nem most történt, hanem 8-9 évvel ezelőtt, illetve mostani periódusban is volt egy alkalom, amikor sikerült egy pályázat alapon egy szám kiadását megpályáznunk, és meg is nyertük, de végül is a pénzt nem folyósították, mert amikor elküldtük a gyermeklapot, akkor az lett volna az elvárásra a kijevi hivatalnokoktól, ez 2-3 évvel ezelőtt történt, hogy ezt a lapot fordítsuk le ukránra, hogy ők értsék, hogy mi van ebbe írva, mert ők mégsem adhatnak állami pénzt egy olyan kiadványhoz, amely egynyelvű és csak magyarul jelenik meg. A lap eddigi főszerkesztője Punykó Mária ettől az évtől nyugdíjba vonul, ezért hamarosan pályázatot ír ki a KMPS a megüresedett főszerkesztői posztra. Az ukrán legfelsőbb közigazgatási bíróság 170 hrivnyában állapította meg az útlevelek árát. Mégis 400-600 hrivnya közötti összegekért juthatunk hozzá az úti okmányokhoz. Az Állami Migrációs Szolgálat hivatalos oldalának adatai szerint az igénylő a következő három illetéket köteles befizetni. Az okmány állami díját, szolgáltatási díját, valamint további 120 hrivnyát az útlevél nyomtatványáért. A kötelezően befizetendő díj tehát 377 hrivnya. Az onkológiai betegségek elleni harc programjára 2013-ban több mint 3 millió hrivnyát költöttek az állami költségvetésből, és 23 milliót a helyi költségvetésekből. A program keretében többek között létfontosságú gyógyszereket vásároltak a betegek számára, írja a zaholovok.com internetes hírportál.